kezni, ezt az áldozókövető külön is megfesti. Vadász sasaink közül egyet törhetetlen pengével Attila vállaira repülni. Nyomban utána hangot hallunk, te leszel a világ legnagyobb hadvezére. Eddig ugye ugyanaz a elhívás. Te leszel a világ legnagyobb. Csak itt nem festőjéről van szó, hanem hadvezéréről. Nagyobb a rómaiaknál. Letöröd Rómát, és elfoglalod Pannóniát nemzeted részére. Na most ez az a látomás, amelynek a leírása nyomán, hát többen az eddig Csontváryban foglalkozók közül megállapították, hogy egyfajta Attila reinkarnációnak tekintette önmagát Csontváry, és azzal a nagyon határozott különbségtétellel, hogy jelenleg a magyarságnak nem karddal kell a maga hírnevét kivívni a világban, hanem olyan valamit kell produkálni, ami a szellem terén fölér egy attilai tettel. Na igen ám, de ehhez nekünk tudni kell, hogy mi volt az attilai tettnek a lényege. Tehát mitől vált ő akkora példaképpé, hogy egy egész dinasztia, az Árpád-házról beszélek most, végig példaképnek tekinthette egy olyan korban, amelyik egy nyugat-európai befolyás révén tulajdonképp Attilát már kezdte feketére festeni. Tehát már mocsokkal szórta tele a nevét, már tulajdonképpen egy mumust csinált Attilából. És Árpád-házi királyaink pedig itt Európa kellős közepén elejétől végig vallották ősüknek Attilát és a szellemiségét is. Tehát ehhez tudnunk kell, hogy miért. Ez nem magától értető dolog. Mi volt az a tette Attilának, amelyik őt alkalmassá tette a keresztény erkölcs kellős közepén is, annak mint egy mártírjává válva is a magyarság számára, hogy fölnézzen rá és példaképnek tekintse. Mert erre a kérdésre mindenképp kell válaszolnunk. Na most ahhoz, hogy erre válaszolni tudjunk, egy nagyon rövid idézet még Csontváritól. Ő hogy látta ezt a kérdést? A katalauni síkon küzdöttünk egykoron a latin sasokkal gavallér módon. Gavallér szavunk az a cavaliernek, tehát a lovasok, lovagok, francia eredetű jövevény szava. Párizs bulvárján megvan még a nyoma, hogy Hunniának már 1500 éves a múltja. 1500 év van elkönyvelve Róma kapujánál, amikor a pápa békét kötött Attilával. De a kapocs hirtelen elpattant, Attila halála után a raj szétáradt. Elpusztult királynő méhéhez hasonlítottunk, a nagyvilágban árvákként bolyongtunk. Energia, tekintély, vagyoni bőség állott még rendelkezésünkre, hozzáteszem ma is, csak nem arra használjuk, amire kellene. És a világ úgy tekintett ránk, mint gavallér nemzetre, s mi ebben a megtiszteltetésben néhány száz esztendőt éltünk. A nap szeretetével az Istent imádtuk, de lelkünk mélyéből Attilát sirattuk. Na most ennél mélyebben ezt a kérdést nem igen hiszem, hogy valaki meg tudta közelíteni. Na most ahhoz, hogy Attilát ne sirassuk, hanem valóban a maga helyén tudjuk értékelni, és föl tudjunk nőni hozzá, ehhez megint el kell egy rövid idézetet olvasnom, még mindig Csontváryt, és nem lesz több idézet. Ez viszont az ő korára vonatkozóan mond bizonyos tételeket, majdnem vers formájában, egy ilyen szabad vers formájában. És ezzel ő pontosan jelzi, hogy miért nem tud az ő kora, tehát az 1900 körüli évek Ausztria-Magyarországa, miért nem tud mit kezdeni Attila képével. Titkos társulatok bérletbe vették az Isten imádását, s csengős persejekbe gyűjtötték a magját. Titkos társulatok alakultak az Isten tagadására, a tekintély lerombolására. Titkos társulatok alakultak a fajok elhomályosítására, az egyéni képesség megakadályozására. Titkos társulatok alakultak az anyag felhalmozására, a hatalom megbénítására. Titkos társulatok alakultak a történelem meghamisítására, a fajbeli erény elpusztítására. Titkos társulatok alakultak a nemes fajok kiirtására, a fajtulajdonságok megbénítására. Titkos társulatok alakultak a tehetetlenek fenntartására, az anyagi jónak megosztására. Titkos társulatok alakultak a dohányzás meghonosítására, a nagymérvű húsevés fogyasztására.
Titkos társulatok alakultak a teja, kávé, ópium, kokain és morfium forgalmára, a telhetetlen kalmárok gazdagítására. De alakultak titkos társulatok az arany, gyémánt és minden érték lefoglalására és a kőszén elpusztítására. De alakultak társulatok emberhús vásárlására, az isteni teremtmény meggyalázására. Társulatok alakultak a fajtalanságra, a testi élvezet kihasználására. Társulatok alakultak a kenyér, zsiradék, a tej hamisítására, és a liszt értékének osztályozására. De kialakultak társulatok mindennek a hamisítására, csak nem az isteni imádatára. Na most ez 1910-es években született helyzetkép. Én nem hiszem, hogy máig bármi változott volna. Tehát egészen döbbenetes helyzetkép, és ebből körülbelül megérthetjük, hogy miért idézem én ma Csontvárit. Most ami ebben az összevetésben nagyon lényeges, az az, hogy Attila egyfajta, hát olyan szellemiséget képviselt, ami a magyarság számára döntően fontos volna, de nem juthat hozzá. Nem juthat hozzá sem a vallási nevelés, sem a történeti nevelés útvonalán. Ennek pedig mi a lényege? Jelenleg nekünk, ha ember emberhez való viszonyát, két ember egymáshoz való viszonyában próbálják leírni, méltatni, akkor, mint őskép, Káin és Ábel jelenik meg, és semmi más. Tehát úgy állítják be, mintha ez volna magának az embernek az első valódi párkapcsolata, ami úgy oldódik meg, hogy az egyik szükségtelenül, vagy hát mondjuk szükségképpen az ő fogalmazásuk szerint, már ez elmondtam, hogy én szerintem viszont szükségtelenül, kioltja a másik életét. Na most miután ez a példa az egész világon minden ürügyön oktatódik, tehát ne felejtsük el, nem csak a kereszténységen belül, hiszen ez a kereszténységnek a judeó részéhez tartozik, nem a keresztény részéhez. Tehát ilyen módon ez az iszlámnak is tanítatik. Mert az ószövetségi részt az iszlám is magáévá tette, csak másfajta hangszereléssel. De ez a példa náluk is első emberi kapcsolat. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy alapvetően kétféleképpen tud egymáshoz viszonyulni két ember. Vagy egymásból akar megélni, vagy egymásért akar élni. És nincs harmadik lehetőség. Na most a Káin-Ábel féle azt sugallja nekünk, hogy ember létünknél fogva egyetlen lehetőségünk van a másikból élni. Ez pedig hazugság. Tehát ez olyan mértékű hazugság, hogy ez még kis csoportokra sem érvényes. Tehát ez azt jelenti, hogy ebben az esetben egyetlen viselkedési norma van, az pedig így szól, tudd meg idejében, ki lehet nálad jobb, és azt azonnal írtsad ki. És jelenleg ezt az egyetlen stratégiát tanítják nekünk. Mégpedig vallási ürügyön is, tehát nem csak természettudományos alapozással, hanem vallási alapozással is. Holott, hát elég nyilvánvaló, hogy kell tudniuk egy másikról, ami viszont a mi őseink között vált gyakorlattá, ez pedig a hunor-magyar kettősnek az egymáshoz való viszonya. Hunor ugyanis sohasem harcol magyar ellen, magyar sohasem harcol hunor ellen. Csak hogy erre meg azt mondják, hogy ez késői, romantikus találmány és semmi köze a történelmünkhez. Ez azért érdekes, mert ez is megvan már az Árpád kor alatt. Már Kézai Simonnál olvashatunk róla, a Képes krónikában már illusztrálják is. Tehát ez azt jelenti, hogy végigvonul a történelmünk. Nem igaz, hogy 19. századi romantikus találmány. De őket abszolút nem izgatja az, hogy ez hazugság, hanem egyszerűen a szemünkben néznek, látják, hogy mi nem nagyon olvasgatunk, inkább diszkóba járunk, tehát akkor nyugodtan a szemünkbe hazudhatnak. És az a baj, hogy tényleg diszkóba járunk. És nem az, hogy oda járunk, hanem hogy mi helyett járunk oda. Itt van a gond, mert járjon tőlem bárki, amennyit akar diszkóba, de ne a helyett, hogy a saját történelmét annak teljes mélységében megismerje. Majd, ha azt megismerte, akkor mehet, ahova óhajtja, akár zsinagógába ottan éneket tanulni. Abszolút indiferensé válik, mert van már egy erkölcse. De onnan hiába fog erkölcsöt meríteni, próbálni, mert nem fog tudni.
Tehát minden esetre van egy másik fajta két ember közötti kapcsolat, azt pedig úgy hívjuk, hogy egymásért élni. Na most ennek a képviselője Attila. És abban a pillanatban már halljuk, hogy de van ellen vélemény, tessék megszólaltatni. Hát igen, mert Attila is kinyírta a testvérét, Budát. Semmilyen történelmi bizonyítékunk nincs rá, hogy Attila akár csak egy ujjal hozzányúlt volna Budához. Ez egy olyan történet szemléletnek a becsempésződése a magyar mondai történetbe, amit már klerikusok írtak. És miután egy klerikusnak, ha ennyi adata van, hogy volt kezdetben egy testvérpár, még Bizánc ellen, ugye a békeszerződést még ketten kötik meg, utána eltűnik az egyik, és marad a másik a porondon, egyszerűen nem tud mást elképzelni, mert nincs más modellje. Csak az, hogy a sikeresebb kiirtotta a testvérét. Tehát így lesz Attilából Káin. Nem tudom, követhető-e a logika. Tehát egyszerűen nincs más. Egy klerikus judeokrisztián alapokon, nem keresztény alapokon, judeokrisztián alapokon nevelnek. Tehát azt jelenti, hogy nincs más képzete. Tehát egész egyszerűen csak Káin és Ábel tudja behelyettesíteni, és nem érdeklik a tények. Ugyanakkor kap oldalirányból egy római történelmi bevezetést, amelynek az élén megint egy testvérpár van. De ott is, aki sikeresebb akar lenni, a siker érdekében ki kell írtsa a testvérét. Kiről beszélek? Romulusról természetesen. Tehát Romulusnak éppen úgy ki kell nyírnia a testvérét, ha sikeres akar lenni, ennek ez az ára. Na most nálunk pedig egy egész másfajta kapcsolatrendszer van, a másik ért élünk. Tehát itt is van küzdelem, kemény küzdelem van, de ez nem a másik ellen, hanem a másik ért folyik. És akkor meg lehet kérdezni, hogy miért kell akkor küzdeni? Azért kell küzdeni, mert ahogy végignézem itt is a tisztelt jelenlévők nagy részében, a képességek jelentős része szunnyad. Szunnyad, érthető? Benne van, de nem tud kibontakozni. Tehát ha én nem késztetem kemény erőkifejtésre, akkor ez soha nem fog manifesztálódni, nem fog kibontakozni. Tehát ennek a harcnak, ami Hunor és Magyar közt folyik, az a tétje, hogy a mindkettő a másikból a maximális mértékben kibontakoztassa az addig abban szunnyadó értékeket. Tehát ez a másik ért folyik, és nem a másik ellen. Utána mind a kettő jobb lesz, mint a harc elején. Tehát egy nagyon lényeges kérdésről van szó, mert ha megkérdezem, hogy ki a győztese egy Káin-Ábel küzdelemnek, egyből rávágjuk Káin. Ha megkérdezem, hogy ő a jobbik vagy a rosszabbik a kettő közül, akkor már szívjuk a fogunkat, mert ki kell mondanunk. Ki kell mondanunk valamit, amit nem szeretünk kimondani. Mert itt nincs vita, maga a Jóisten mutatja ki, hogy melyik a jobb és melyik a rosszabb. A jobbnak elfogadja az áldozatát, a rosszabbnak nem fogadja el. Tehát itt egyértelmű, hogy a káini küzdelemtípusból mindig a definíció szerűen rosszabb kerül ki győztesen. Most nem tudom, hogy ez kellő súllyal mondtam-e, hogy ebből érthető legyen. Ez ilyen fajta küzdelemből, tehát a káiniból, amit egyedül ismer ma és ismer el a világ, és ennek alapján tanítja a következő generációkat, ennek alapján emelkedik-e az emberiség, vagy leépül? Hát minden ilyen küzdelemből definíció szerint a rosszabbik kerül ki győztesen. Hát nem vita kérdés ez, hát definíciós kérdés. Azt jelenti, hogy leépülőben van az emberiség rohamosan. És ha mi nem mutatjuk meg neki, hogy mit jelent a másik ért küzdeni, ki fogja ezt megmutatni? Melyik nemzetiség? Az, akit befogadunk a házunkba, és utána kiver belőle? Az, akinek a kisujjunkat mutatjuk, és az egész karunkat akarja? Vagy akiknek építik most a lakóparkokat? Az fogja majd megmutatni? Tehát itt nagyon fontos, hogy egy olyan erkölcsben kellett generációról generációra fölnevekedni, aki tudja, hogy ez az egyedül emberhez méltó magatartásmód. Tehát attól válunk emberré, hogy a másikért tudunk önként és teljes, és nem közvetített. Tehát az azt jelenti, hogy nincs ott az RTL klub, aki erről most hírt adjon. Tehát teljes titokban történő áldozatot hozni.
Ha erre nem vagyunk képesek, legjobb esetben jól kondicionált főemlősök vagyunk. Ezt tessék már végre észrevenni.